86-os session második leosztásánál tartunk, dámapárt szorongatunk nagyvakon, és egy three-betelt potban próbálunk meg ezzel boldogulni, egy meglehetősen passzív ellenféllel nézzük a szituációt. Cutoff emel potot, kisfak megadja, és természetesen three-betelünk. 2,99 euróig az eredendő emelő eldobja, és egy kicsit sem meglepő colt kapunk kisfakról. 40-es VPIP-val rendelkezik ellenfelünk, 9-es preflop raise-zel és egy alatti agresszió faktora, tehát egy igen passzív és megadogató passzív ellenféllel állunk szemben. Ilyen helyzetekben ugye ez lehetne egy squeeze szituáció is, de érdemes legitim lapokkal emelni, hiszen a preflop, kassa preflop azonnali megnyerése teljesen kizárt ilyen ellenfelek ellen, de ha nem is teljesen, de nagyon sok esetben fogunk colt kapni, akár köztes embertől is, mint tőle. Tehát nem a preflop emelőtől, hanem ő már egyszer betett valamennyi pénzt, akkor bizony megadja a 3 betet is. Tehát itt azt mondom, hogy mint squeeze az ilyen helyzeteket felejtsük el, szorítkozzunk legitim 3-betekre, ha ilyen ellenfél is van a megadók között. Itt ez a dáma pár ennek a kritériumnak teljes mértékben megfelel, úgyhogy ez egy legitim játék. Nézzük a floppot. Király 6-6 érkezik, hát elsőre azt gondolnánk, hogy annyira nem veszélyes, ugyan van benne egy overcard, de ami fontos, hogy 7 eurós kassa alakult ki, és 14 euró van az ellenfelünk előtt. Egy kontbet esetén gyakorlatilag elköteleznénk magunkat a pot iránt, nem biztos, hogy el tudnánk dobni. Ugyanakkor a flop kinézet az igazából annyira, hogy is mondjam, value nélküli, vagy nem tudom, hogy fogalmazok, tehát nem fogunk tudni megadást kapni olyan laptól, ami rosszabb nálunk. Tehát ha van hatosa, az a rossz, ha királya van, az a rossz. Mivel pozíciónk van, ilyenkor a pot control fegyverével élve meg kell próbálnunk alacsonyan tartani a kasszát, amennyire lehet. Lehet, hogy ez gyengeséget fog tükrözni, de ugyanakkor kicsalhat egy blöfföt is az ellenfélbe, bár passzív ellenfél lévén inkább arra utazunk ilyenkor, hogy egy flop pass után, nézzük is, menjünk tovább, hogy tudjam mondani, tehát ő elpasszolja, nyilván megpróbálja, tehát ő megnézi, hogy mi mit reagálunk, és ő passzív játékos lévén könnyen lehet, hogy törnön is passzol. Ez nekünk már most eszünkbe kell, hogy jusson, tehát ha itt emelünk és visszaemel, akkor úgy kell eldobnunk majd egy dámapárt, hogy nem lehetünk biztosak benne, bár passzív játékos nem fog emelni király vagy hatos nélkül, de kútba dobott pénz lehet. Sokkal olcsóbban meg tudjuk úszni ilyen helyzetben, ha mögé passzolunk, hiszen a lapunk value értéke gyakorlatilag nem sok. Ha van királya, az ver meg, ha hatosa van, az ver meg. Nem tudom elképzelni, hogy bármilyen magas lappal vagy gyengébb párral ő ezt a megadást, tehát ő meg a megadást választaná. Tehát gyakorlatilag a betben semmilyen value érték nincsen. Ugyanakkor jelenleg érdekünk egy passzív játékos ellen alacsonyan tartani a kasszát. Tehát ezért a mögé passz jelen esetben nem arra jó, hogy egy turn pass után vélhetőleg tudni fogjuk, hogy jó a dáma párunk. Ez egy értelmes játékosan nem egészen jó játék, de itt ki tudjuk használni az ellenfelünk passzivitását. Tehát a mögé passz szinte kötelező ilyen floppon. Nagyon fontos, hogy ilyen floppon. Tehát ahol van egy király és két hatos, nem fogunk kapni megadást rosszabb laptól. Védeni meg nem nagyon tudjuk mitől. Nincs lent flush húzó, nincs lent sorhúzó, úgyhogy ha megadást kapunk, az gyakorlatilag biztos, hogy megver bennünket. Tehát itt nem amiatt passzolunk, mert jaj, lejött egy overcard, és biztos, hogy királya van, hanem azért passzolunk, mert nincs benne value. Ezeket a helyzeteket észre kell venni. Lejön a tízes, itt egy egészen picit hív. Ugye itt ez lehet még bármi, ez a dongbet, lehet, hogy emelést vár rá, lehet, hogy tényleg van egy 7-es, 8-as párja, megpróbálja valahogy showdownig cipelni, ez egy viszonylag pici hívás, ezt még bőven meg tudjuk adni egy showdown reményében, hogyha riveren passz-passz lesz, vagy lejött egy 10-ese, amiatt hív, sok minden lehet, itt igazából pontosan még a király és a 6-os is lehet, amire így próbál meg értéket csempészni, amiben így próbál meg értéket csempészni. Nekünk ennyit mindenképpen megér, hogyha showdownig vihetjük ennyivel a dolgot, ha nem, akkor pedig nézzük, ezt megadt. Ezt az 1.75-öt, lejött a river, egy újabb király, és itt belebombázta az egész tekén. Igazából majdnem biztos, hogy királya van, tehát nyugodtak lehetünk abban, hogy ez egy jó dobás lesz. Egy ilyen passzív játékostól gyakorlatilag egy alatti agresszió faktorral mindig megadogat, és most egy gyönge dongbet után
betolja az egészet, majdnem biztosak lehetünk benne, hogy királya van. Igazából ez volt a mögépassz lényege, hogy így gyakorlatilag ki tudjuk deríteni, most jelen esetben 1,75-ért, de akár törnön is bedobható ilyen helyzetben, mert a passzív játékosok nekük nem tetsző bordon turn, floppon is és törnön is passzolni fognak. Ő floppon valószínűleg checkrizelni akart, törnön betelni, valahogy játékban próbált tartani, és riveren pedig, mivel meglátta, hogy nem épült akkora pot, mint szerette volna, nem tudott teljesztekkel játszani, rábombázza az egészen. Ez nagyon ritka esetben lesz bluff egy ilyen passzív játékos ellen. Úgyhogy gyakorlatilag a flop mögé passzal kezdődött az a játék, ahogy egy dámapár el fogunk tudni dobni riverben. Igazából mi utaztunk az olcsó sónára, amire minden esélyünk megvolt, ha nem szorongatnak királyt. Ami fontos volt, ez az, hogy value-t viszont nem tudtunk volna kicsalni semmilyen labból, úgyhogy ez így ebben a formában egy könnyű dobás részünkről. Úgyhogy erről ennyit, mehetünk is a következő hendre.